Hozta az élet, ugye, legutóbb Skóciáról beszéltünk, de hát ez tulajdonképpen még nyári élmény. Most néhány barátom meghívására egy hétvégét sikerült töltenem a festői Kijevben, és ismét alámerültem egy másik, de nagyon érdekes és forrongóban lévő kultúrkörben. Ott is ugyanaz van, mint nálunk, csak ők Moszkvába végeztek. Tehát nálunk is picibe minden megvan, csak ott felnagyítódnak a dolgok. Nálunk egy olyan laza 30%-ról beszélnek, ami a fekete gazdaságot illeti. Náluk ez ilyen 90 körül mozog, nem vállalok érte felelősséget, nekem a barátaim mondták. Ezt ugye, vagy ha lehetünk egy kicsikét profának vagy komolyabbak, kérem ott a férfiak várható élettartama 52 év. Ami 62-ünk se annyira jó, mert nyugaton 72. Érzik ugye tehát Adi Kompország, itt vagyunk a két világ között. Hát kérem szépen, nincsenek multik. Egy-két meki van, semmilyen szállodalánc nincs, az üzemek nagy részét még nem privatizálták, úgyhogy ők ma is úgy gondolják, hogy ővék az ország, maguknak építik. Az olajszűkítés, mint olyan, ebben a kultúrkörben értelmezhetetlen, mert ők direkt megfúrják az olajvezetéket. Ugye, nálunk is beszélik azt, hogy ha a rendőrt kérdezik, hogy mennyi a fizetése, 80 ezer, de 160-at kapok készhez, ugye? Tehát azért lehet így elbeszélgetni, ugye, mint nekem volt 2 évvel ezelőtt egy emlékezetes párbeszédem, egy pohár sört ittam meg, komolyan mondom, de a sör az szaglik, leveszeltek 100 méter után, azt mondja Fábri úr, én nem állítottam, hogy ön részeg, a törvény a ittas vezetést szankcionálja. Na mindegy, nem folytatom, hogy ott hogy történt. Kijevben sallangmentesebben mennek a dolgok. A rendőr köpenyébe teljes dugókulcs és csavarhúzó készlet tartózkodik, és ő sztálini szeszéllyel, a törvényt ő szabja abban a pillanatban, leszereli a rendszámtáblát. Nincs olyan csavar, amivel ő ne tudna megbirkózni, makacs rozsdásodás esetén csavarlazító szprét rodolfózik elő köpenyebben valamelyik rejtekéből, majd utána a két leszerelt rendszámtáblával, mint lengekönnyű lány sétálgat. Megvárja, míg megérkezik a tulaj. Hát ezek után sejthető, ugye a rendszámtábla szerint készpénzösszegért visszavásárolható, szereléssel egy picit többért. Van a következő. A háromlábú vándor megállni tilos tábla. Reggel ebben indul Szergely szolgálatba. A szemközti bisztróban megvárja, míg az utca megtelik parkoló autókkal. Utána ő ezt a sarokra így lepöttyenti, és elkezd adminisztrálni. Na most ebből következik, saját szememmel láttam, egyenruhás rendőr leveszi a sapkáját, és egy 320-as melzsóba így sallagmentesen beül. És így hazamegy egy picit az övéhez. A közlekedési rendőrök szintén sztálini szeszéllyel pattannak elő, kisebb forgalmi dugót okozva és apró koccanásokat, ha dudász, utána félreít. És van egy még a Brezsnyev korból maradt elbeszélgető fülke. Hát, hogy mi történik ott, ugye belátni nem lehet, füstüvegre már akkor is tellett, azt a kegyetek fantáziájára bízom. Nem csoda tehát, hogy a lakossága mának él. Kérem szépen, amikor megalakult a független ukrán kormány, akkor a betétek így elvesztek. Tehát az a barátunk, egy kárpátaljai fiatalember, aki kísért minket, a szülei 30 év alatt 60 ezer rubelt összekuporgattak Kárpátalján, megszűnt a nagy szovjet birodalom, és így közölték, hogy ez így nincs. A jóságos Lenin visszaadta a gyerekeknek a labdát, holott közéjük is lövethetett volna, ugye? Tehát most érzi. Ukrajnában 3,5 millió ember beteg Csernobil miatt. Vese, pajzsmirigy és egyéb. De hogy a borzalomban is a humor meg tud jelenni, szerintem a történet nem igaz, de ahogy mondani szoktuk, jól hangzik. A helybeliek esküdnek arra, hogy a vodka a sugárveszélytől is megúv. Ők ezt egy konkrét történettel igazolják. Az a szerencsétlen tűzoltó brigád, akik először mentek oda, egy olyan 100 fő, hát az egyik kolléga az erősen Max Linder társaságában tartózkodott, tehát gyakorlatilag azt se tudta, hogy hol van. Hát kérem, mindenki súlyosan megbetegedett, ő másnap egy kis fejfájással így hazament, egy picit ilyen zúgó fejjel, és nem értette, hogy mi a probléma. Egy barátunk autóbalesetet szenvedett kint, kérem szépen, a kórházi kezelés úgy kezdődött, hogy kifestették a kórtermet, és nyilászáró csere.
Jajóságos Lenin. Érzik, hogy ez mekkora történet? A Bolha piacon magam láttam gyönyörű szamovárokat, ikonokat, ruhaneműt, komplett fogorvosi berendezés többsebességes fúróval, nőgyógyászati kezelőszéket, hasi műtéthez teljes műszeri berendezettséget, kisebb rakétakilövő támaszpontokat, de ezek igazából nincsenek, bár ugye a nagy szubból ugye a fegyver az még mindig egy jelentős dolog, hát az összes fegyver 40%-át még mindig ott gyártják. Egyébként patacipős lányok nincsenek, a lányok olvasnak, a könyvnek még mindig hihetetlen tisztelete van. Vasárnap délután 10 000 ember sétál a Kresszkijon, az a fő utca, egy üveg sörrel. Nem láttam részeg embert, igaz, hogy a részeget beviszik, tehát nincs probléma. Tehát tárgyalás nélküli azonnal zsúgy, tehát ilyen nincs. Nincs szemét, és a lányokkal lehet beszélgetni. Ez nagy dolog. Mondtam, egy pár év múlva már ott se lesz ez. Volt egy kolostor, amit teljesen fölrobbantottak. A 30-as években a Sztálinnak volt egy úgynevezett ateista 5 éves terve. Már jól hangzik. 1700 templom volt Kijevben, ma 3 van. De egyet másfél év alatt fölépítettek, 13 kupolával, ikonokkal, ikonosztázionnal, aranyozottal, mindennel. Tehát elképesztő, hogy mik a végletek. Na természetesen egy túra nem lenne teljes, hogyha az ottani vicc folklórban egy picikét az ember nem ártóznék meg. Ezek a kedves kárpátai barátaink, én nem szeretem az anyós vicceket. De hát mondtak 2 olyat, hogy nem tudom megállni, hogy ide ne fűzzem. Az anyós és a bő kapálnak. És az anyós egy ilyen bukós isakban izzét. És arra megkérdezte, azt mondja, Tyopka, hát mi van? Azt hát ragad a föld a kapára, csak nem fogok mindig kimenni az oszlophoz. A másik. Temetik az anyóst. Szomén jön a gyásznép. Mindössze annyi a furcsa, hogy a szokásostól eltérően az anyós oldalt fekszik. Hát mondják, hogy hát nem lesz ez így jó, azt mondja, hát miért nem? Hát jó, hogy az anyósod volt, de hát mégis azért a tiszteletet, hát meg kell adni, hát miért nem fektetitek hanyat? Hámen úgy horkol. És végül a legédesebb. Cigány kimegy a beregszászi állomásra. Mozdonyvezető úgy a 2 Forda között úgy pihenősen kihajlik, kikönyököl a mozdony ablakán. Cigány oda megy, azt mondja. Nagyságos mozdony vezérigazgató úr. Kínálna már meg egy úri cigarettával. Az úri az a filteres, tehát ami nem mahorka. Kínálna meg már egy úri cigarettával. Azt menjél már innen, hagyjad már. Ó, te kis fűtő! Hölgyeim és uraim, ma este egyenesen Kínából érkezik a Schröder színpadára Görben Óra. Bemutatja nekünk kedvenc figuráit a különleges színpadi mozgások mestere Haumann Péter. Beavat a zsonglős szakma rejtelmeibe egy univerzális zenész Szongó Tamás, aki zenekarával ma este zenész színpadunkon is fellép. Azonnal jövünk a Design Centerrel, addig fogadják szeretettel a Schröder Bandet és László Boldizsárt a Cutting Up Singersből.